kimagasló tanulmányi eredményeikért, valamint a tudományos közösségért végzett munkájukért a Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíj oklevelével tüntették ki a Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatóit, akik közül többen nem először vívták ki maguknak az elismerést. Én Kisvárdáról érkeztem, azóta már Nagykállóban élek. Igazából harmadik éve, hogy elnyertem az ösztöndíjat. Első körben, első éven a speciális ösztöndíjat nyertem el. Ott azt hiszem, hogy ilyen 20 000 forintot kaptunk, és 5 hónapra szólt az ösztöndíj. Tavaly, illetve az idei tanévben pedig már 50 000 forintot kapunk 10 hónapon keresztül. Igazából ugye az anyagi segítség mindig nagyon jól jön. Az, hogy itt legyek, ahhoz szükség volt arra, hogy megismerjem az egyetemet, fontos volt számomra annak közelsége. És szerettem volna már itt is teljesíteni, itt is magas tanulmányi átlagot elérni, illetve részt venni a különböző versenyeken az egyetem szervezésében. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy meg tudtam szerezni ezt az ösztöndíjat újra. A szakmaiságon túl az egyetem számára fontos a társadalmi szerepvállalás, hangsúlyozta Szabó György, az egyetem megválasztott rektora, és ennek megvalósítását a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíj programja is segíti. Az egyetem célja, hogy a tehetséges és szorgalmas fiatalok számára egy esélyteremtő, gondoskodó intézmény szerepet töltsön be a régióban. Nagyon heterogén társadalmi családi környezetből, szociális környezetből érkeznek a hallgatóink. Sok család számára már az nagy erőfeszítés, hogy Nyíregyházán megfelelő, méltó módon egyetemista létet tudjon teremteni a következő generáció számára. Mi szeretnénk tehermentesíteni a családokat. Tekintettel a kiváló képességű, hátrányos helyzetű hallgatókra nagyon fontos, hogy ezt a felemelést, ezt a terhet a családokról átvegyük, és az egyetem kötelességének érzi, amennyire a lehetőségei megengedik. Ez a modellváltás egy új gazdálkodási lehetőséget és rendet, és pénzügyi forrásokat biztosított, de egyben kötelezettséget is, hogy a térség igényeit kell szolgálnunk. Tehát nem öncélúan hallgatók mindenáron, minél több hallgatónk legyen, és haszontalan diplomák tömegét bocsássuk ki, hanem a térség munkaerőpiacára való tekintettel, az itteni fejlődési lehetőségekre, az itteni lehetőségekre kell fókuszálnunk, és megtalálni a forrásbevonás lehetőségeit, hogy olyan szakembereket tudjon képezni, akik itt a nagybetűs életbe kikerülve megállják a helyüket, és a térség felemelkedését tudják szolgálni. A Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíj programja 10 hónapon keresztül havi 50 000 forint támogatást jelent a legjobban teljesítő hallgatók számára, akik emellett más ösztöndíjakra is jogosultak. Alapvetően egy állami finanszírozott nappali tagozatos hallgató tanulmányai alapján részesülhet alapösztöndíjban, ami egy olyan 15-20 000 forint körüli összegben kerül meghatározásra évente. A differenciált ösztöndíjat tanulmányi teljesítmény átlaghoz kötve kapják hallgatóink, melynek a legkiválóbb hallgatók akár 40 000 forint differenciált ösztöndíjban is részesülhetnek. A Nemzeti Felsőoktatási Kiválósági Ösztöndíj, amit régen köztársasági ösztöndíjnak hívtak, az abban sikeresen pályázó és a pályázatot elnyerő hallgatók, azok havonta 40 000 forint támogatást kaphatnak, illetve a gazdálkodási és menedzsment területen a közgazdász hallgatók a Magyar Nemzeti Bank támogatásának köszönhetően 4 hallgató 10 hónapon keresztül még 40 000 forint ösztöndíjban részesülhet. Amennyiben egy és ugyanazon hallgatóról beszélünk, akkor ez egy nagyon komoly támogatás és jövedelem lehet mind számára, mind pedig családja számára. Mindez azt jelenti, hogy a legjobban teljesítő közgazdász hallgatók akár havi 150 000 forint ösztöndíjban is részesülhetnek a Nyíregyházi Egyetem diákjaként.